A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Egint magazint látják. A mai műsorban beszélgetünk az őszi bőrápolás fontosságáról, elkalauzoljuk Önöket egy különleges kiállításra, de előbb megnézzük, hogyan zajlott a lelki nap városunkban. Tartsanak velünk! Magyarországon ülésezett a házas hétvége Katolikus Lelkiség Európai Tanácsa. A tanácskozással párhuzamosan a házas hétvége mozgalom tagjai számára szerveztek lelki napot. Mindennek adott otthon most Székesfehérvár. Megtelt a Szent István Hitoktatási és Művelődési Háza Magyar Házas Hétvégés Mozgalom tagjaival. Közel 400-an érkeztek Székesfehérvárra a Kárpát-medencében élő házas hétvégét végzett párok, papok és szerzetesek találkozójára. Házas párokat és katolikus papokat hívtunk meg erre a lelki napra azban a szándékkal, hogy tudjunk arról együtt gondolkodni, hogy hogyan tudjuk azt a ragyogást, azt a fényt átvinni, amire szüksége van ennek a világnak. És szeretnénk ezt az örömet megosztani másokkal is, és ebben bátorítjuk, támogatjuk egymást saját életünk példáival. A lelki napon a majdnem 2000 tagot számláló magyar nyelvű házas hétvégés közösség tagjai vettek részt. Vannak, akik már több évtizeddel ezelőtt csatlakoztak a mozgalomhoz. Ezeken a találkozókon lehetőség van megosztani egymással a lelki élményeket. Mi mondhatni veteránok vagyunk, mert feleségem jobban tudja, de durván 30 éve vagyunk tagjai a házas hétvégés közösségnek. 10 éves házasként vettünk részt a házas hétvégés mozgalomban, 3 pici gyerekkel akkoriban, és mi egy kulcsot, lehetőséget kaptunk egymás megismerésére, amit aztán tudtunk a gyerekek nevelésében is kamatoztatni, illetve továbbiakban még ezt a munkahelyen, rokoni kapcsolatainkban. Tehát az egymás megismerésében való előrejutás volt a legnagyobb élményünk. A következő nagy az egy közösség, amit kerestünk is, hogy tartozunk valahova. Egy olyan baráti közösséghez, akik megtartanak, vigasztalnak, erőt adnak, és ez oda-vissza kölcsönösen működik. Valamikor mi voltunk a vigasztalók, valamikor minket vigasztaltak. Megerősít. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha összejövünk havonta, meg még sűrűbben, akkor egymás, tehát azonos az értékrendünk, és ezt munkahelyen nem érezzük. Tehát egy kicsit mindig elveszettnek gondolom magam ilyen helyeken, és ott pedig megerősít. És itt meglátjuk, hogy ilyen sokan vagyunk. Ez hihetetlen jó. Meg hát a tanúságtételek, amiket most is hallottunk, és ami a lényege a hétvégének, az életünknek a megosztása, az szintén, tehát a másiknak a tanúságtétele. A program során a résztvevők tanúságtételekkel egybekötött előadásokat hallhattak a közösség két-két házaspárjának és egy papjának a tolmácsolásában. Az egyik előadás a jó cselekedetekről szólt. Próbáltam a saját életemből olyan példákat venni, ami azt láttatja, hogy nem kell feltétlenül nagy tetteket végrehajtanunk ahhoz, hogy jót tehessünk másokkal, hogy mindig egy picit tekintsünk magunk köré, ne csak magunkkal legyünk elfoglalva, és hogyha ezáltal így odafigyelünk egymásra, az már egy fontos kapcsolódási pont lehet. Ebben a közösségben az köt össze minket, hogy mindannyian házastársak vagyunk, kivéve nyilván a paptestvéreket, idegen emberekkel osztjuk meg azokat az élményeinket, amik összekötnek minket, mármint a házasság. A jó cselekedetek kinyilvánítása azért lehet fontos, mert példaként szolgál a közvetlen környezetünk számára. Elsősorban gyermekeink, de egy ilyen közösség számára is. A találkozón az emberekben lévő fényről, mint Isten ajándékáról, a dicsőítés fontosságáról, az Isten élmények felfedezéséről is hallhattak előadást, tanúságtételt a tagok. A hidegebb idő beköszöntével fontos, hogy bőrünket is megfelelően ápoljuk. De hogy hogyan tehetjük mindezt helyesen, illetve mi mindenre kell figyelnünk, arra ad most választ a szakértő a következő percekben.
Az ősz beköszöntével bőrünk is fokozottabb törődést igényel, hiszen köztudott, hogy a hidegebb éjszakák és nappalok jobban megviselik. De nem csak emiatt, hanem a nyár elmúltával az UV-sugarak káros hatásai is megmutatkozhatnak ilyenkor. A szakember szerint érdemes első lépésként ezeket eltüntetni. Mielőtt elkezdjük az őszi bőrápolást, a nyári hibákat vagy sérüléseket igyekszünk először is helyrehozni, mert azért nagyon sokan még mindig nem figyelnek megfelelően a fényvédelemre, meg nem ápolják olyan rutinnal a bőrüket, mint mondjuk amikor már ugye érzi, tehát jelzi a bőr össze, meg télen, hogy szüksége lenne valamilyen ápolásra. Tehát igazából, amikor ilyenkor jönnek a vendégek, így a nyár végén, akkor először ezzel foglalkozom, vagy foglalkozunk, hogy regeneráljuk a bőrt, tehát helyrehozzuk azokat a sérüléseket, amik esetleg ilyenkor keletkeztek a bőrön, és akkor utána térünk át az őszi bőrápolásra, amit tehát természetesen minden évszakban másra van szüksége a bőrnek. Mindenre pedig ma már korszerű készítmények, eszközök léteznek, annak eldöntésében pedig, hogy kinek mi a legmegfelelőbb kezelés, szakemberek szívesen állnak rendelkezésre. Hát először is előkészíteni jól a bőrt egy valamilyen, tehát nyilván letisztítjuk, tonizáljuk, és valamilyen peelinggel előkészítjük a bőrt, tehát az elhalt hámsejteket eltávolítjuk a bőr felszínéről, hogy az utána következő eljárásokat vagy kezeléseket sokkal jobban fel tudja venni a bőr, és sokkal jobban hasznosulnak ezek a hatóanyagok. Tehát először is egy nagyon szép, tiszta bőrt szeretnénk elérni, és akkor utána jöhetnek, tehát többféle módon lehet a bőrt kezelésbe venni, úgymond, pakolásokkal, masszázsokkal, és áramos kezelésekkel, ultrahangos kezeléssel, vagy mezoterápiás kezeléssel lehet mélyebbre bejutatni hatóanyagokat. Nagy Gabi azt mondja, hogy minél többet foglalkozik valaki egész évben a bőre egészségével, annál hamarabb meg lehet szabadulni a nyár okozta bőrhibáktól. Akik azért keresik fel a kozmetikát mondjuk a nyár után, mert hát ők maguk is észlelik, hogy a bőrük nem abban az állapotban van, amit ők szeretnének, vagy megszoktak, akkor ott szoktuk szorgalmazni, hogy egy kicsit gyakrabban eleinte, és akkor utána, és nagyon fontos az otthoni törődés is a bőrrel, tehát nem elég, hogy ide eljönnek, és akkor én nyilván olyan kezelést alkalmazok, amire neki éppen szüksége van, hanem ezt továbbiakban az otthoni ápolásai rutinba is be kell építeniük. Ott jártunkkor választ kaptunk arra is, melyek a legnépszerűbb és leghatásosabb arcápolási termékek, krémek. Előkészítettem egy pár pakolást, ez például egy vitalizáló antioxidáns pakolás, ebben, ahogy látjátok is, nagyon sok a sárga színanyag, a beta-karotin, ami egyébként arra is nagyon jó, bármilyen sárga színű termék, hogy így mondjak, vagy kozmetikum, hogy a nyáron megszerzett barnaságot ezzel egy kicsit tovább lehet, meg lehet tartani. Tehát a sárga színanyag, a beta-karotin az segít ebben. Egyébként ilyenkor szoktuk javasolni, hogy egyenek sárgarépát, sütőtököt, mindenféle sárga színű gyümölcsöt, mert az valóban kicsit kitolja azt a szép barnaságot, amit a nyár alatt valaki szerzett. Tehát ez egy vitalizáló, ebben egyébként antioxidáns pakolás. Ezt fel lehet tenni önálló pakolásként, de ezt egy áramos kezelés is tudom használni, és akkor még jobban hasznosul, tehát mélyebbre be tudom juttatni a bőrbe. Ebben, ahogy látjátok, hogy sárga színe van, ebben homoktöv is van, sárga répa, berkenye, tehát ugye mindenféle ilyen sárga színű gyümölcs, meg még ribizli is van benne különben, nagyon kellemes az illata, tehát ez egy ilyen regeneráló, vitalizáló pakolás, és akkor a nagy sláger, ugye hát aktuálisan az őszhöz kapcsolódóan a szőlő. Ez már egy kicsit mást csinál úgymond a bőrrel, tehát ez egy inkább érettebb, vízhiányosabb, zsírhiányosabb bőrrel szoktam használni. Hát a szőlőnek az értékes hatóanyagai, ami benne vannak, bőrmegújító, feszesítő hatása van, tehát ezt is nagyon szeretem.
amikor már az őszi regenerálásról beszélünk, az egyik egy sütőtök narancs krémzselé, ő is szintén alkalmazható simán önmagában pakolásként, de áramos kezelésre is be lehet juttatni. Szintén a sütőtökben található, ugye nagyon szép, ennek még szép élénkebb színe van, a sütőtökben található magas bétakarotin tartalom miatt ilyen a színe, és hát a C-vitaminról meg ugye nem kell nagyon beszélnem, hogy az egy sejtfal erősítő, rugalmasító, vitalizáló hatással bír, és akkor amikor már egy kicsit, már majdnem így a télben vagyunk, de már így az ősz vége fel, amikor már sajnos elveszítjük a szép barnaságunkat, és inkább elkezdünk sápadtak lenni, akkor nagyon nagy kedvencem a megykökény krémzselé, szintén pakolásként alkalmazható, vagy áramos kezelésekben. Nagyon magas mind a kettőnek, a megynek és a kökének is a vastartalma, ezáltal javítja a vérkeringést, érfal erősítő hatáson, és egy nagyon jó ilyen vitalizáló, tonizáló hatást lehet vele elérni. Tényleg szó szerint, amikor felteszem ezt a pakolást, meg ennek van egyébként egy habkrémje is, amivel masszírozni tudok, a megykökény habkrém, akkor látszik a bőrön, hogy megtelik élettel a bőr. Tehát tényleg az a nagyon sápat, fakó, akár már szürke bőr, nagyon szépen így felélénkül, és tele lesz élettel, tehát hogy nagyon látványos, és nagyon kellemes az illata is egyébként, tehát ez ilyen minden szempontból, az érzékeink minden pontján nagyon jól hat ránk. Nem csak bőrünkkel tehetünk jót egy-egy ilyen kezeléssel, az idegrendszerre is jótékony hatást gyakorolhat. Már az, hogy a kozmetikába elmegy valaki, és akkor leültetem ide, vagy lefektetem, és akkor megnyugszik, vele foglalkozók, tehát hogy itt neki nem kell gyakorlatilag semmit csinálni, azon kívül, hogy itt van és pihen. Onnantól kezdve, hogy igen, ezeknek a termékeknek nagyon kellemes az illatuk is, és akkor igen, azt, ahogy belélegzi, azzal együtt, hogy ugye megtörténik az érintés, a pakolásra is kell kellemes feküdni, de mondjuk amikor egy kap egy jó masszást, azért az nagyon kellemes tud lenni. A szakember szerint a legjobb az, ha valaki már fiatal korában elkezdi a bőrápolást. Kamaszkortól, amikor elkezdődnek, ugye ott az megint egy másik történet, de nagyon, és nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezted, és hogy így ezt szóba hozhatom, mert hogy a kamaszokkal nagyon keveset foglalkozunk, tehát mindenki a ránctalanítással, meg a, nem tudom, mindenki nagyon azzal van elfoglalva, hogy fiatal legyen, de a fiatal generációval nagyon keveset foglalkozunk, és keveset is beszélünk róluk, tehát kamaszkortól bármeddig gyakorlatilag, és bármilyen nemű ember igénybe veheti a kozmetikát, tehát hogy ez, és pozitívan látom, hogy most már a férfiak is egyre nyitottabbak arra, hogy foglalkozzanak a bőrükkel. Hogyha már itt a fiatalokat itt megemlítettem, és egyébként a másik nagy kedvencem, és nagyon aktuális, és a csipkebogyós termékcsalád, ezt kifejezetten fiataloknak, ez egy fiataloknak kifejlesztett termékcsalád, mert nagyon jó gyulladás csökkentő és nyugtató hatása van, és tényleg nagyon, nagyon hálásak ezek a tini bőrök a csipkebogyó áldásos hatásainak. És hogy a férfiaknak miért is van szüksége arcápolásra? A férfiaknak kevésbé szokott úgy problémás lenni a bőre, hogy ugye a miteszerek vagy aknés dolgokra gondolok, mert hogy nincs akkora hormonális hullámzás nyilván az ő szervezetükben, mint egy nőjében, hát erről nagyon sokáig lehetne beszélni. De nekik is ugyanúgy kiszárad a bőrük, zsírhiányossá válhat a bőrük, vízhiányossá válhat a bőrük, és egyébként nagyon sokszor érzékeny is a bőrük, mert mondjuk borotválkoznak, és azáltal ugye egy állandó irritációnak, meg sérülésnek van kitéve a bőr. Különleges kiállításnak ad otthont a Gárdonyi Géza Művelődési Ház. Mostantól egy hónapon keresztül Holbig Péter plüssgyűjteménye látható az intézményben.
Fehérvár Televízió nézői már nagy eséllyel megismerhették Kolbik Pétert és a szenvedélyét. A plüssmániás fiatalember és édesanyja idén keresték fel kolléganőnket, Kovács Szilviát, aki kapott az alkalmon és ellátogatott hozzájuk egy forgatásra. Akkor árulta el Peti édesanyja, hogy régi álmuk ezt a gyűjteményt bemutatni másoknak. Hát én nagyon örülök, és annak örülök tényleg, hogy ő neki örömet okozhattunk. Ez egy nagyon egyszerű feladat volt egyébként, tehát ez semmilyen nehézséget nem okozott. Amikor azt mondta az anyukája, hogy szeretnének egyszer majd valaha egy kiállítást, és ez mekkora álom, akkor én meg tudtam, hogy ez nem egy megvalósíthatatlan feladat, úgyhogy tényleg egy telefon volt, és azonnal meghallgatásra nyert a kívánságunk, úgyhogy én nagyon hálás vagyok Szilvesi Grund Helgának, hogy befogadta ezt a kiállítást. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy támogassuk a fogyatékkal élőket, és ez nekem szívügyem, és ugye azt is több fórumon elmondtam már, hogy őket nem elrejteni kell, hanem megmutatni azt, hogyha valamiben jók. És lehet, hogy ez nem egy nagy tehetségre val, de ez a szenvedély, ez egy kitartást mutat, szerintem, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek mutathat egy olyan példát, hogy igenis, hogyha van valami, amit meg tudok mutatni, akkor azt mutassam meg, bármilyen is vagyok. Kiállítás megnyitóján a Szent Kristófház több gondozottja is egy kisebb előadással készült. Kettő verset, valamint egy zenés előadást hallgathattak meg a résztvevők. Ki minek gondol, az vagyok annak, miért gondolsz különc rokontalannak? Jelet látsz gyűlni a homlokomra, te vagy magad, ki a jelet vonja, s vigyázz, mert fényben vagy árnyba játszik, mert fénye árnya te rád csugárzik. Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról, rajtam látsz törvényt saját magadról. Okosnak nézel, hát bízz magad rám, bolondnak nézel, csörög a sapkám. Van a te kis világod, és van az én kis virágom. Néha találkozunk, és egymásra csodálkozunk. Nézd, pont olyan vagy, mint én, vagy éppen teljesen más. Tőled és tőlem szép színes a világ. Lerner Zsolt Székesfehérvár alpolgármestere is részt vett a tárlat megnyitóján, aki elárulta, a kiállításon gyerekkori élményeit szerette volna feleleveníteni, valamint, ahogy mondta, a hosszú hivatalban töltött nap után ez az előadás megmelengette a szívét. Függetlenül attól, hogy ki milyen ebben a 100 000 emberben. Egyrészt ugye ez a város címerében is benne van egy nyitott kapu, ebben a nyitott kapun, tágra nyílt kapun mindenki belefér. Ez egy nagyon fontos, és a Szilviának a kezdeményezése meg példaértékű. Ez az első ilyen kezdeményezés, ahol egy Szent Kristófos fiatalember egyrészt hagyja és engedi, és élet egyik vágya, hogy megmutathassa az ő gyűjteményét, az ő plüssállatait. Másik, mint befogadó, ahogy belépek ide a Gárdonyiba, már komolyan így mosolyra fordul a szám, nagyon, tehát olyan a lelkemnek is, meg maga az ember közérzete teljesen megváltozik. Ilyen belső mosoly is van, hogy jön fel a lépcsőn, hogy hát a gyerekkoromban volt a Süsű a sárkány, akkor a Leó az oroszlán, meg nem tudom én, a Pumukli, tehát még, és akkor vannak ezek az újabb plüssök. Hát ez egy csodálatos dolog. Csodálatos az, hogy amilyen műsort adtak a Szent Kristófosok Ravel bolerójára és Vörös Sándor versre. Úgyhogy ez csak folytatni érdemes, és folytatni kell. Kovács Szilvia a Fehérvár Média Centrumban is gyűjtés szervezett Petinek, kollégái közül pedig sokan hozzájárultak ahhoz, hogy újabb plüssökkel gazdagodjon a fiatal fiú gyűjteménye. De nem csak ők, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója, Szilvási Grund Helga is készült meglepetéssel, amelyet a megnyitón a Médiacentrum munkatársával közösen adtak át.
Azt képzeljétek el, hogy amikor a kiállításnak az ötlete felmerül, akkor én ezt a munkahelyemen is meghirdettem, és hát az összes ismerősöm mozgosította magát. A megnyitó végén egy másik fiatalember álmát is sikerült teljesíteni. Tibi régi vágya volt, hogy a tévében beszámolhasson a Szent Kristóf házas mindennapokról. Nagyon jó érzem magam a Szent Kristóf házban, nagyon sokat szoktunk szövni, akkor ilyen dalkötőt szoktunk csinálni, fűzni, nagyon aranyozni, vagy egy aranyos műhelyünk a Szent, akkor szoktunk csinálni olyat is, hogy minden héten szoktunk járni faszizni, szokhoz nem jártunk eddig. A különleges tárlat az idősebbek számára nosztalgikus hangulatot, a kicsiknek pedig a játék örömét hozhatja a mindennapokba. A kiállítás november 17-éig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.